ez az, amit a védmű alapozásaként értelmezhetünk. Szücsi Frigyes régész mutatja a leleteket, amelyeket a Nemzeti Emlékhelyen találtak. Egy hete indult újra a Szent István Király Múzeum tervásatása. A kutatás célja, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek a régészek, hogy valóban ezt a teljes területet ölelte körbe ez a monumentális védmű. Most ugye sikerült is szerves anyagot találunk, sajnos még nem olyan jó állapotú, mint reméltük, tehát például a dendrokronológiai vizsgálatra nem alkalmas, de például a C14-es vizsgálatra már alkalmas lehet, és ezáltal közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy Szent István király korában már elkezdhették-e a kővárosfalat, vagy netán ez egy másfajta védműnek a részét képezheti. Székesfehérvárt már a 11. század elején kőfallal vették körül, ami kuriózumnak számított akkoriban. E fal maradványainak nyomait kutatják a Nemzeti Emlékhelyen. A korábbi kutatásokból tudható, hogy rengeteg faanyagot használtak fel az építések során. Ezek a fák még a 8.-9. század folyamán növekedtek, még az úgynevezett avarkorban, a késő avarkorban, nem véletlenül mondjuk ezt így poénosan a kollégákkal, hogy avar gyerek ültette, magyar gyerek kivágta, tehát amik még 200-250 éve növekedtek már fák, ezeket kivágva felhasználták gerendaként a várfal alapozásába. A most talált szerves anyagmaradványok és faleletek segíthetik majd a kor meghatározást. A Nemzeti Emlékhelyen folytatott kutatásokból kiderülhet, hogy a védművek itteni szakasza pontosan mikor épült, és ebből következtetéseket lehet levonni a Szűz Mária prépostsági templom építésének idejére is, hiszen erre jelenleg csak közvetett utalások vannak.